Bár kismértékben, de évek óta nő a házasságkötések száma Magyarországon. Amíg az 1970-es években még több mint 80 ezer házasságkötést regisztráltak hazánkban, az évforduló után ez a szám csökkenni kezdett, majd 2010-ben érte el a mélypontot, amikor összesen 35,5 ezret regisztráltak, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Tavaly már kedvezőbb adatokat rögzítettek. Igaz, hogy még csak az első 11 hónapra vannak meg az adatok, de ekkor már 43 ezer házasságot is regisztráltunk, ez közel 20%-os növekedés. Kedvező változás az is, hogy a házasságkötésekkel egyidejűleg csökken a válásoknak a száma is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is igazából a 2010-es évek eleje jelentette a mélypontot. 1800 alattira csökkent a megyében a házasságkötéseknek a száma. Azóta azonban itt is egy folyamatos javulást lehet kimutatni. 2014-ben 2000 fölötti volt a házasságkötések száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez a szám a tavalyi év első háromnegyed évében hasonló dinamikát mutat. Az is pozitív változás az előző évekhez képest, hogy a 100 házasságkötésre jutó válások száma a megyében kedvezőbbek, mint az ország más területein. Sokan azonban csak élettársi kapcsolatban élnek ebben a megyében is. 19 ezer élettársi kapcsolatot regisztrált a megyében a népszámlálás, mintegy 107 ezer házasságon alapuló pár kapcsolat mellett. Ez azonban a korábbiaknál jóval nagyobb és növekvő szám. Ugye összességében is csökken a párkapcsolat, amiatt, hogy a házasságon alapuló kapcsolatok száma erodálódott, de itt 2011-ig tartó állapotról beszélünk, és ugye azután kezdődtek a változások, és ugye egyre több az egyszülős család is, a válások permanensen, folyamatosan magas száma miatt. 2015 elejétől az első házaspárok adókedvezményt is érvényesíthetnek, így 24 hónapon keresztül 5000 forinttal kevesebb adót kell fizetniük.